Összesen 2 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok a zárt kerti program keretein belül. A projekt célja, hogy a települések azokat az elhanyagolt mezőgazdasági területeket is hasznosítani tudják, amelynek rendbetételére eddig nem volt pénzük. A programban 10 millió forint visszanemtérítendő összeget kaphatnak a települések pályázatonként. Mintegy 200 pályázatot támogatnak a 2 milliárd forint keretösszegű önkormányzatok számára meghirdetett zártkerti programban. Ezt Szakál István Lórend, a Földművelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésekért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára jelentette be a Megyeházán tartott szakmai konferencián. Szerinte azért is fontos, hogy az önkormányzatok pályázhatnak, mert a realitásokat helyben ismerik leginkább. Ők szembesülnek azokkal a problémákkal, ami adott esetben a pallagon hagyott kertekből, a gondozatlan, ápolatlan kertekből adódik. Ők értesülnek azokról a kellemetlenségekről, amelyek éppen a pallagon hagyott és ezáltal elgyomosodott kártevőkkel is megtelt kertek okoznak az egyéb gondozott kerteknek, amelyek mondjuk a szomszédságban vannak. Hogyha azt akarjuk, hogy ebben a világban rendet tegyünk, akkor itt első számú szövetségesek azok az önkormányzatok. Az önkormányzatok azok, akik képet kaphatnak, vagy képet tudnak alkotni arról, hogy ezeknek az átkerteknek kik a tulajdonosaik, mik ezek a tulajdonosoknak, mi a szándéka, ezekkel akarnak-e foglalkozni. Nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy olyan tulajdonosok vannak, akik lehet, hogy nincsenek is annak az információnak a birtokában, hogy ők zártkerttel rendelkeznek. Az önkormányzatok 10 millió forintra pályázhatnak, összesen 2 milliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. Több település vezetője azt mondta, élni fognak a lehetőséggel. Leveleken főként az utakat tennék rendbe ebből az összegből. Leveleken két helyen is vannak zárt kertek. Államtitkárról az előbb nagyon helyesen mondta azt, hogy egyrészt a szőlőkertek, a régi szőlőkertek, amelyek ott vannak, elhanyagoltak a parcellák, ebben már igyekeztünk lépni. Elindítottunk egy erdősítési programot már Leveleken, részben magángazdákon keresztül, részben az önkormányzat már erdősített zárt kerteket, illetve Leveleken, a tó mellett, a Leveleki tó mellett, a Leveleki tó centrumban levő területek is zárt kertek. És ezeknek a fejlesztésére ez a pályázat, ez a program nagyon nagy lehetőséget biztosít majd nekünk. A szakmai konferenciát Szabó Tünde államtitkár nyitotta meg. Kiemelte, ahogyan egész Európában, úgy az országban és különösen a megyében is fontos a mezőgazdasági termelés. Szerinte ez tovább javítja az ebből az ágazatból élők helyzetét is. Nagyon fontos az, hogy a továbbiakban is segítség érkezzen ezen a területre. Ugye itt két kezükkel művelők és földművesek és földtulajdonosok érintettek. Nagyon fontos ez a területünk, hiszen Magyarország híres arról, hogy az egyik alappillére az agrár terület. Úgyhogy, hogyha ez a lehetőség megvan, és ki tudjuk használni, ugye a kisebb és a közepes méretű gazdálkodásokat is kell segítsük, ez is azt jelenti, hogy a későbbiekben is kell nagyobb figyelmet tegyünk rájuk, és ennek megfelelően a támogatásokkal tudjuk segíteni. Hiszen itt családok érintettek, és nagyon látszik azért az országos lefedettségben, hogy ez a megye, ez milyen erős ebben az ágazatban. És azért most már rájövünk arra, hogy ez az a terület, ami a jövőnket érinti, és hogyha itt sikeres vagyunk és eredményesek, akkor biztos, hogy Magyarország is az lesz. A megye az elmúlt években is jól szerepelt a különböző agrárpályázatokon. A gazdák 16 jogcímen 58,5 milliárd forintot nyertek el, ehhez még további 38 milliárd forint támogatás is érkezett. A tervek szerint az országos agrárgazdasági támogatások legalább 10%-a, azaz 130 milliárd forint érkezhet a jövőben a térségbe. Vendégünk a stúdióban Nagy Csilla, az iménti rendezvényt szervező Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi felelőse. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Nem ez volt az egyetlen ilyen szakmai program, amit a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezett, hiszen ez az egyik fő feladata ennek a hálózatnak. Egy picit beszéljünk arról, hogy milyen célra jött létre a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatnak az egyik és elsődleges fő célja az, hogy tájékoztatást nyújtson, illetve hálózatba rendezze a vidékfejlesztésben elkötelezett vidékfejlesztésért dolgozó, illetve ebben tevékenykedő civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, egyházi szervezeteknek, illetve minden olyan magánszemélynek, aki ebben a hálózatban működik, illetve tagként jelen van.
Ez szám szerint hány szervezetet, önkormányzatot, civil szervezetet és egyéb? Jelenleg több mint 13 ezer regisztrált partnerünk van. Országos szinten? Országos szinten, így van. Megyéről tudunk beszélni? Megyéről 11 líder akciócsoportunk az, aki biztos, hogy regisztrált partnerünk, illetve számtalan önkormányzat, civil szervezet, aki a hálózatnak tagja. 2008 óta működik ugye ez a hálózat. Milyen eredményeket tudnak felmutatni azóta? Legfontosabb eredményeink az, hogy a líder akciócsoportoknak, mint a support unitjaként, tehát háttértámogató egységeként tudunk működni. Az elmúlt néhány hónapban kötöttünk nemzetközi együttműködési szerződést az ELARD-dal, tehát az európai líder szervezeteknek a közösségével. A líder akciócsoportokkal együttműködési megállapodást kötöttünk, és ez is nagyon fontos, tehát ez a líder egyesületeknek a szervezete, az úgynevezett LESZ-nek a szervezetével kötöttünk együttműködési megállapodást, illetve a Nemzeti Agrárkamarával van együttműködés. Nagyon fontos az, hogy minden információt el tudjunk juttatni a vidéki térségben működő szereplőknek, illetve fordítva is igaz, tehát tőlük is várjuk azt, hogy információkat nyújtsanak felénk, tehát akár a legjobb jó gyakorlatok útján is tudunk egymásnak segíteni azzal, hogy kommunikáljuk mi is a jó gyakorlatokat, tehát ezeket be tudjuk mutatni akár nemzetközi szinten is. Tehát gyakorlatilag egy kapocs, tehát nem csak kormányzati szintű, hanem Európai Uniós nemzetközi szintű példákat tudnak, illetve akár csereprogramokat tudnak szervezni. Így van, jó gyakorlatokat tudunk bemutatni, tehát nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásában is részt tudunk venni. Ez legfőképpen majd, illetve az előző időszakban a mintaprojektet, tehát a jó gyakorlatok, illetve a jó gyakorlatok, illetve a projektötleti felhívások útján volt erre számtalan lehetőség az elmúlt időszakban, illetve lesz majd most is, majd az elkövetkezendő hónapokban fog megjelenni az újabb pályázati felhívás. Mik azok az aktuális, jelenleg futó pályázatok, vagy meghirdetett pályázati projektek, amiben éppen dolga van, feladata van a hálózatnak? Ugye a múlt heti szakmai rendezvényen a zárt kerti projekt volt kiemelt, de hát nem ez az egyetlen, amiről most éppen tájékoztatni kell a szereplőket. Így van. Tehát a múlt héten a hálózatban a vidékért, egy hálózatban együtt a vidéki települések fejlesztéséért címmel volt egy szakmai konferenciánk, amelyben nagyon fontos szerepet kapott egyrészt az átkerti program, illetve nagyon fontos volt, hogy információval szolgáljunk a vidékfejlesztési program más pályázatairól, pályázati lehetőségeiről, aminek jelen pillanatban nagy aktualitása van az a líder akciócsoportoknak a pályázati felhívása, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 11 líder akciócsoport tevékenykedik, gyakorlatilag a megye minden települése lefedettséggel bír a líder akciócsoportok területén, tehát fejlesztési területén. Mi a dolguk ezeknek a líder akciócsoportoknak? A líder akciócsoportok saját területükön helyi fejlesztési stratégiát készítenek el. A stratégiában fogalmazzák meg az adott településnek, az adott közösségnek a pályázati irányait, és ezekre a benyújtott javaslatok alapján elkészítik az intézkedéseiket. Gyakorlatilag most a 11 akciócsoport ezeket hirdette meg, tavaly december 31-ig kellett elkészíteni az akciócsoportoknak a pályázati felhívásaikat. A megyében összesen 60 intézkedés jelent meg, tehát a 11 akciócsoporttól 60 pályázati felhívás jelent meg, amelyben 27 gazdasági fejlesztésre, 33 pedig egyéb, tehát közösségi célú, tehát rendezvényekre, turisztikára, illetve egyéb ilyen más fejlesztési lehetőségekre ad majd lehetőséget a településen élőknek. Köszönjük, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.